Az előző bajnokságot a negyedik helyen zárt a Máté Szalkai futballcsapat mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. A szakmai munka irányítása maradt Kis Tamás kezében, a játékos keret pedig jelentős vérátömlesztésen esett át. A cél pedig egyértelműen az előrelépés volt a legutóbbi eredményhez képest. A nyáron úgy indultunk neki, hogy mindenféleképpen szerettünk volna változásokat eszközölni a kereten belül, ami jól is sikerült, hiszen meghatározó játékosokat tudtunk igazolni. Az látszott a szezon elején, hogy 9 játékost igazoltunk, és nem volt még elég göldülékeny a játékunk, elég sok hibával játszottunk, ami eredményességben is megmutatkozott. Viszont így a szezon végére nagyon szépen kirajzolódott a játékstílusunk is, ez eredménnyel is abszolút párosult, de visszatérve az alap gondolatunkra, maga a célkitűzésünk egyértelmű volt, hogy meghatározó csapat szeretnénk lenni a Vármegye első osztályban, és a dobogót azt mindenféleképpen szerettük volna megcélozni. Nem volt így kimondott nagyon nagy céljaink, elvárásaink, az élmezőny az egyértelmű volt, és ezen belül azt mi meghatároztunk magunknak, hogy azért a dobogót szeretnénk megcélozni. A bajnokság felénél dobogós helyen áll az MMTK. A szalkaiak 10 győzelem mellett 3 döntetlent játszottak, és 2 vereséget szenvedtek, ami a legkevesebb a mezőnyben. Összességében azt mondom, hogy elégedett vagyok. Nyilván van 2-3 találkozó, amivel kapcsolatosan van hiányi érzetem, ahol több lehetett volna benne, de összességében azt mondom, hogy amit a fiúk beletettek, így összességében elégedett tudok lenni az őszi szezonnal. Az ősz folyamán talán az egyik legpozitívabb és legjobb élmény az a Kálós, amiben aratott siker volt, hiszen egy rendkívül jó csapatot sikerült magabiztosan legyőzni, ráadásul egy olyan mély talajú pályán, ahol ugye egész abszakadt az eső, és nagyon jól alkalmazkodtunk, és emellett mondom még egyszer a tavalyi bajnok és egy rendkívül jó csapatot, egy nagyon jó játékot sikerült legyőznünk. A tabella eleje nagyon sűrű, az első és a negyedik helyezettet mindössze 3 pont választja el egymástól. Szerintem egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott bajnokság volt, ez látszik is, hogy ugye az első 4-5 csapat itt pontokon belül van, illetve nyilván itt a hátsó régióban 1-2 csapat, aki egy kicsit le van szakadva, de a középső mezőnyből is bárki bármikor bárkit el tudott kapni. Ezáltal tényleg azt mondom, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozott bajnokságnak tudom mondani az ideit. Több csapat abszolút esélyes, úgy gondolom, a bajnoki címre. Az, hogy Mándok lett ugye az őszi első, szerintem teljesen megérdemelten, hiszen egész szezonban egy rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt tudtak nyújtani. Ez volt ezzel, én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten biztosították be maguknak az őszi első helyet. Én úgy gondolom, az elmúlt évekhez képest is erősödött ismét a bajnokságunk, és ezáltal minden egyes pontoknak óriási jelentősége van. A szalkaiak nem terveznek változtatást a játékos keretben. A 6-7-es, 5 edzőmeccsel színesített felkészülés január 8-án kezdődik. A tavaszi nyitófordulóban február 24-én a 8. Nagyecsed otthonában lép pályára Kis Tamás együttese.